Jó estét kívánok az Oxigén televízió nézőinek! Önök az esti híradót látják augusztus 8-án, kedden. Lassan megkezdődhet Győrben a 83-as főút legveszélyesebb szakaszának átalakítása. Nem sokára újra lehetőség nyílik lecserélni a régi háztartási gépeket. Két csapatból 5 régiós játékos került be a magyar-amerikai foci válogatott bőkeretébe. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte nézzük mai kiemelt témáinkat röviden. Szemétkupacok köszöntik a hazánkba érkezőket Hegyeshalomnál. A hulladékot a sok várakozó autós és az Ausztriához képest lazább szabályok is okozzák. Feladta magát az a 47 éves gyanúsított, aki életveszélyesen bántalmazott egy nőt környén. A gyanúsított előzetes letartóztatásba került. Újra a tatai mini-maratont rendeztek az Öregtó és a Cseketó partján. A 34. alkalommal majdnem 1000 vállalkoztak a versenyre. Szerdán napközben száraz, meleg időre kell számítani, az esti órákra azonban a csapadék is megérkezhet. A részletekkel híradónk végén jelentkezünk. Sok a szemét a Hegyeshalmi határátkelő környékén. Az országba érkezőket sokszor szemétkupacok fogadják. A területet igyekeznek minél inkább rendben tartani, de a sok ingázó autós és a sok határellenőrzés tovább nehezíti az illetékesek dolgát. Bár nem áll hegyekben a szemét, Hegyeshalomnál az útszélét figyelve is lehet tudni, mikor érünk át Ausztriából Magyarországra. A határ közelében ugyanis kevés az olyan hely, ahol ne találnánk eldobott hulladékot. Sajnos a kint dolgozóknak van egy ilyen vállalásuk, hogy majd főnök, mi majd elvisszük, elrendezzük. Aminek az elrendezése nem az, hogy egy magyarországi hulladéktelepre viszik be, hanem különféle helyekre a szemetet, az ilyen jellegű szemeteket építési törmeléktől kezdve a háztartási szeméten keresztül eldobálnak. A hulladék lerakásában pedig az érkező osztrák autósok is sokszor kiveszik a részüket. Emellett a határellenőrzés miatt feltorlódott kocsisorban álló sofőrök és utasaik is sok szemetet hagynak maguk után. Ezt az autós kultúra kéne javítani, ez nem emberi hiba. Ezt úgy kellene nevelni az autót, amikor megkapja a jogsit, hogy azt is tudja, hogy még azon kívül, hogy merre van a jobbra, balra, azt is megtanulja, hogy így nem nyitja ki és mehet közben, nem dob ki még egy csikket sem. A szemetelés mellett azonban a takarítás és az ellenőrzés is segítene a szemét eltüntetésében. A rendszeresen utazók szerint azonban a szomszédos Ausztriában is találkozni a hazaihoz hasonló állapotokkal. Van kivétel is, ahol mondom, tehát takarítás után érkezik az ember, akkor jó, de amúgy nem. Tehát van. Ott mondjuk másabb a rendőri ellenőrzés, jobban az embernek a körmére néznek. A helyzetet nehezíti, hogy a határátkelő egy része a magyar közút kezelésében, egy másik része pedig a Hegyeshalmi önkormányzat kezelésében van. Így a rendszeres ellenőrzést és a takarítást is nehéz összehangolni. Hétfőn 4:45-kor érkezett a bejelentés a győri rendőrségre, hogy egy fiú merült el a Rábában, Győr belvárosában. A szerencsétlenül járt fiatalt azóta is keresik. Az információk szerint ketten mentek le a folyóhoz úszni, egyikük pedig elmerült. A Kisalföld információi szerint a fiatal férfi 20-as éveiben jár, őt keresik most a győri rendőrök, a hivatásos tűzoltók. Munkájukat a fertőtavi vízimentők is segítik. Az adott folyószakaszt lezárják és műszeres mentést hajtanak végre a speciális csoport tagjai. A kivitelező már augusztusban átveheti a munkaterületet, hogy elkezdje a 83-as főút győri metró áruházánál lévő csomópont átépítését. Győr egyik legveszélyesebb kereszteződése az M1-es autópálya lehajtóit is magában foglalja. A Strádáról érkezők a csúcsidőkben szinte nem tudnak kikanyarodni a főútra. A tervek szerint az itt lévő 1 kilométeres szakaszt 2x2 sávossá bővítik, és 3 csomópontot alakítanak ki. A két lehajtónál, valamint az egykori Barkács áruháznál turbókörforgalmat építenek, melyhez hasonlót már a nádorvárosi köztemetőnél is használhatnak az autósok. Emellett a biztonságot növelő közvilágítást is létesítenek. A munkálatok idején forgalomkorlátozásra számítani kell.
Kigyulladt egy 400 négyzetméteres alapterületű bálákból álló kazal dőr mellett. A mezőgazdasági területen villámcsapás miatt keletkezhetett a tűz. A körülbelül 700 szalmabála megsemmisült, személyi sérülés azonban nem történt, és az épület sem rongálódott. Messziről is jól látszik, lángolnak a szalmabálák dőr mellett, csak nem 400 négyzetméter alapterületen körülbelül 700 kocka bála vált a lángok martalékává. A tűzhöz Csornai, Kapuvári, Lébény és Győri hivatásos tűzoltók vonultak, összesen 4 gépjármű fecskendővel és 2 vízszállítóval. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 8 vízsugárral végezték a tűz oltását, amelyben a Csornai, Rába Pordány és Bősárkány önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek. A füstöl szinte alig lehetett látni, a tűzoltók azon dolgoztak, hogy a lángok ne terjedjenek át a már égő kazarról a közelben lévő bálákra és mezőgazdasági területekre. Úgy tudjuk, a bálák villámcsapás miatt gyulladtak ki, az elmúlt időszakban azonban a meleg és a szárazság miatt gyakori volt az ehhez hasonló tűzeset. Feladta magát az az oroszlányi férfi, aki súlyosan bántalmazott egy nőt környén. A 47 éves gyanúsított maga ment be a rendőrségre, hogy beismerje tettét. A nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, emberölési kísérlet miatt nyomoznak az ügyben. Rendőrségi pecséttel zárták le azt a környei hétvégi házat, ahol egy férfi életveszélyesen bántalmazott egy nőt hétfőn. A 47 éves gyanúsított tette után személyesen ment be a rendőrségre, hogy feladja magát. A kiérkező rendőrök a megadott címen megtalálták a súlyosan sérült székesfehérvári asszonyt. A nő a bántalmazás során életveszélyes sérüléseket szenvedett. Őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A férfit a kollégák gyanúsítottként kihallgatták, ő a bűncselekmény elkövetését elismerte. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Ellene emberölési kísérlet miatt nyomoznak. Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdától a MOL enyerdé. Az emeléssel a benzin átlagára a gázolajéval együtt 343 forint lesz. Az üzemanyagok ára legutóbb pénteken változott, a gázolaj ára bruttó 2 forinttal drágult, a 95-ös benzin ára akkor nem változott. Az üzemanyagok idén augusztusban már 2-szer drágultak, de még így is több mint 100 forinttal elmaradnak a 2012-es eddigi, majdnem 450 forintos csúcstól. Az autósoknak azonban továbbra is figyelni kell, hiszen akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A következő hetekben újra pályázatot nyit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A pályázók 25 ezer és 45 ezer forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak hűtő és fagyasztó vagy mosó és szárítógépekre. A 600 millió forintos támogatási keret az igényeknek megfelelően növelhető. A legmagasabb támogatási összeg a legkorszerűbb berendezésekre jár. A régi gépeket a támogatottaknak le kell adniuk. A háztartási gépek cseréjének pályázata augusztus 23-án nyílik meg a Közép-Dunántúlon. 34. alkalommal rendezték meg a Tatai Mini Maratont. A versenyzők idén is Tata legszebb pontjain, az Öregtó és a Cseketó mentén, és a városban is futottak. Közel 1000-en vállalkoztak arra, hogy dacolva a hőséggel teljesítik a 13,5 kilométeres távot. Egy kis bemelegítés a futam előtt, hőség ide vagy oda, rengetegen gondolták úgy, hogy megmérettetik magukat Tata nemzetközi futóversenyén. Minden olyan megmozdulás, ami az egészséges életmódnak a segítője, annak mindennek a fő támogatója a város. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogyha sok ember úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy hosszú életű legyen, ahhoz valamit önkéntesen tennie kell. Nagy irammal indult el a közel 1000 fős tömeg, az idei versenyre az ország minden területéről és a határon túlról is érkeztek. Volt olyan versenyző, aki egészen Perúból utazott ide azért, hogy teljesítse a kitűzött távot. A résztvevők idén is Tata legszebb pontjain futottak keresztül. Ugye itt két tó van, a táv az 13,5 kilométer, futnak egy kicsit a városba, körbefutják a két tavat,
Egyéniben 17 kategória van a férfiaknál és a nőknél, a váltóban pedig 7 kategória, vegyes, férfi és női kategória. Tehát én úgy gondolom, hogy aki itt futni akar, az bármit kitalált magának, főleg úgy, hogy a váltóknál 2,2 az első váltó, 6,2 a második és 3,4 a harmadik, tehát még a távot is megválaszthatja mindenki magának. A versenyzők dolgát nem könnyítette meg az időjárás, a szervezők azonban erre is gondoltak, 6 frissítő pont és 2 párakapu segített enyhíteni a forróságot, alig 3/4 óra elteltével pedig meg is érkezett a győztes, a szombathelyű futó már tavaly is indult a versenyen, akkor a második helyen sikerült befutnia. Készültem fejben mindenképp a pályára, már hogy tavaly is tudtam, hogy hol vannak a nehéz részek a pályán, és ott tényleg készültem fejbe, hogy ezt bírjam. Talán 8 és 10 kilométer között volt a legnehezebb, amikor kiértünk a közvetlenül a tópartra. Ott volt egy kis szembeszél, meg utána egy emelkedő, utána a szívembe vitt. Attila után pedig sorban futottak be a résztvevők, nem kellett sokat várni, és megérkezett a női győztes is, aki egyébként tavaly is az első helyen zárta a versenyt. Mindenképp szerettem volna nyerni. Úgy jöttem, láttam az ellenfeleket, volt az Anissa, meg a Fruzsina, a Bakonyi Fruzsina, ők ketten elég jó futók, úgyhogy féltem az elején nagyon, és muszáj volt nagyon erős iramot diktálni az elején is. A tatai minimaratont már 34. alkalommal rendezték meg. A tavalyi szezonban búcsúzott a női kézilabda NB1-től a Moson-Magyaróvár gárdája, jövőre azonban ismét a legjobbak között szeretnének játszani. A csapat már megkezdte a felkészülést, és szerdán már az első edzőmérkőzésre is sor kerül. Az UFM arénában az ellenfél kétszer is a Kispest lesz. Az első találkozót délelőtt 11 órakor, a másodikat este 6 órakor játsszák. A Moson-Magyaróváriak célja egyértelműen a bajnoki cím megszerzése, melyhez alaposan át is alakították keretüket, 9 új játékos és tavaly az Audieto utánpótlásával szintén a női NB1 B-ben szereplő Bognár Róbert edző érkezett erősítésnek a csapathoz. Kihirdették a magyar-amerikai futballválogatott felkészülési keretét. A Grácz Vilmos vezette stáb 74 játékost hívott meg a 2017. augusztus 24-e és 27-e között rendezendő székesfehérvári edzőtáborba. A Győr Sharks csapatából 4-en kaptak lehetőséget, hogy megmutassák, megértek a címeres mezre. Így Becs Péter, Becs László, Kövecses Attila és Horváth Péter is részt vehet az összetartáson. A speciális csapatba is került a régiónkból egy játékos, Mátra Bence a Tatabánya Mustangs együtteséből célozhatja meg a válogatott együttest. A 4 napos összetartás során a keretet az edzők 52 fősre fogják szűkíteni. Szemétkupacok köszöntik a hazánkba érkezőket Hegyeshalomnál. A hulladékot a sok várakozó autós és az Ausztriához képest lazább szabályok is okozzák. Feladta magát az a 47 éves gyanúsított, aki életveszélyesen bántalmazott egy nőt környén. A gyanúsított előzetes letartóztatásba került. Újra a tatai minimaratont rendeztek az Öregtó és a Cseketó partján. A 34. alkalommal majdnem 1000 vállalkoztak a versenyre. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Túlnyomóan napos lesz a szerda az ígéretek szerint Magyarország északnyugati felében, csapadékra nem számíthatunk az előrejelzések alapján. Szerdán hajnalban 20, amíg reggel 22 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerda délutára 34 fokig melegszik a levegő, a napos időszakokban extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szerda este 20-22 fokot mérhetünk majd, helyenként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A folytatásban is lesz napsütés, azonban érkezik egy markáns hidegfront a térségbe, a hosszú távú előrejelzések szerint. A csütörtök még naposan alakul, erős UV-sugárzással és csapadékmentes idővel, reggel és este 19, napközben pedig 36 fokot mérhetünk majd. Pénteken már elkezdődik a felhősödés, elszórtan záporra is számíthatunk, reggel és este 16, napközben pedig 30 fokot mutatnak a hőmérők a prognózisok alapján.
A szombat már felhős, szeles lesz, reggel és este 15, napközben pedig 25 fokot mérhetünk majd. Önök az Oxigén Televízió műsorát látták augusztus 8-án kedden. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órától jelentkezünk, addig pedig jó pihenést kívánok mindannyiuknak, a viszontlátásra!